Na, sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. Új bögállomáson vagyok, és hogy miért itt, arra is mindjárt kitérek. Én 276-os szervényben, mint látjátok, ott van a gyártjáró, és villog az átuditu. Hát úgy látom, hogy a szolgálat az már ezen az állomáson nincsen. Viszont a felirat még megvan, csak a neon betű, vagy hát a neon hiányzik róla. És egyébként az úti cél az a Tiszakécskei kisvasút, és azért itt szálltam le, mert innen megyek Tiszakécskére, és nagyjából bemutatom majd azt az utat, ahol esetlegesen meg lehetne hosszabbítani, hogy nagyvasúti kapcsolata legyen a kisvasút. Ez csak egy ilyen ötletelés egyébként, terve sincs ilyesmi. Csak egy-két ilyen felvetődött, hogy Tiszakécskén akár ki lehetne vinni a vasúthoz is, mert elég messze van, valljuk be, tényleg legalább 3 kilométer. Viszont Tiszakécskén az utcákon keresztül vinni az aránytalanul is nagyon, nagyon drága lenne. Viszont így a Tiszaparton szerintem ide újbögig el lehetne hozni. Ilyen sokkal kevesebből. És innen ezt az útvonalat fogom majd most bejárni. Úgyis Tiszakécske fele kell menni, és 14 órakor indul a vonat, tehát addigra oda is fogok érni. Ez is körülbelül 3 kilométer lesz. Egyébként látjátok, itt van járda is, meg itt vezet a közút Tiszakécske fele. Tehát itt végül is még el is férne a kisvasút, meg egyébként ott a Tiszaparton is lehetne hozni, mert az is közel van. Az persze más kérdés, hogy megérné-e, meg hogy van-e bármi látványosság, ami miatt meg lehetne úgy csinálni, hogy az valóban többletutast is generálna le. De hát egy ilyenre elmegyek a kisvasútig, utazok rajta, meg dokumentálom, videózok, fotózok, aztán majd végén vonom le a konklúziókat, hogyha ezt a utat is bejártam. De egyébként nagyon jó, kényelmesen lehet menni. Ugye, van itt bicikliút, járda, nem tudom, hogy ez most éppen melyik, de nem a közúton kell menni, és ez már neve jó. Úgyhogy haladunk szépen Tiszakécske fele. És elhagytunk egy napelemparkot is az előbb, sőt ott van még egy napelempark, ahogy látom. Akkor látjátok, innen jöttem. Itt vagyunk a Tiszaparton, és ez már Tiszakécske. És például itt simán lenne hely a kisvasutat továbbhozni. Egyébként ott az utca végén lassan már ott lesz. Hát ezt nézzétek, a kisvasút itt van. Szerelvény egyenlőre nincsen, én úgy tudom 14-kor fog indulni. És valószínűleg a másik oldalról. És ez már itt az új nyomvonala. Ugye itt a részben áthelyezésre került, mert eredetileg innen a focipálya mögül indult, és ott volt a mozdonyszín, és ameddig el nem mondták, aztán jó pár évig volt a szerelvény, ugye a mozdony meg a három kocsi. Ugye a szabad ég alatt árulva. Most meg, mit tudom, hogy a másik végállomáshoz, az a Tiszapartra épült ki a mozdonyszín. Hát megnézzük. Ha minden igaz, akkor a szerelvény már ott van. Ez például már a régi nyomvonal volt, és akkor legutóbb itt jártam valamikor tavaly, akkor itt még megvoltak a sinek. Így látszik, felszedték. És itt helyeződött új nyomvonalra. Ma mindjárt mutatom azt is. És látjátok, itt vagyok most már. Ez az új motorszín. És egyébként ott a bejárat is. Váltók. És már bennáll a szerelvény is. Egy zárt és egy nyitott kocsi van jelenleg, és kb. 10 perc múlva indul. Thank you.
Thank you.
Hát és akkor ennyi lett volna a tiszakécskei kisvasutat bemutató videó. Látjátok, itt a kerékpár út, gyalogút az majdnem párhuzamosan megy a kisvasúttal. És hát igen, van ebben még fejlesztési potenciál, mondan. Lehetne ezt még hosszabbítani a másik irányban, így a Tiszaparton, mert ott van hozzá hely. És hogyha nagyvasútig kivitel a cél lesz egyszer, akkor azt nem tudom, nem a tiszakécskei vasútállomásra lenne érdemes, hanem Újbögnél. Mert gyakorlatilag így a Tisza mellett ki lehetne vinni gond nélkül, mert van hozzá hely. Az más kérdés, hogy mennyire lenne értelme, mert igazából nincs semmi a köztes úton, ami miatt érdemes lenne megállni. Tehát a nagyvasúti ráhordáson kívül semmi. És hát most jelenleg is elég lassan megy a kisvasút, szerintem olyan 10-15-tel mehet maximum. Tehát biciklivel simán le lehet előzni. Meg egyébként is ilyen érezhető, hogy nem száguldozik a C50-es. De ezen a 1,6 km-es szakaszon nincs is rá szükség, mert így körülbelül egy olyan 40 perc egy teljes kör a kisvasúton, és a jegyárak azok 300 forint egy menetre szóló, tehát igazából 600 forintból oda-vissza be lehet utazni, ami szerintem ami rendben van, tehát ez nem drága érte. Legtöbb kisvasúton hasonló árak vannak. És hát maga a szerelvény is. Hát ez egy ilyen kiránduló vasút igazából, tehát nem hivatásforgalomat ez sose fog lebonyolítani, még akkor sem, hogyha esetleg a nagyvasútig kiviszik, mert nem arra épült, és nem is igazán alkalmas rá, meg itt hát itt a faluban, városban, nem tudom most itt Tiszakécske micsoda, nincs is rá szükség. Viszont arra viszont tökéletes, amire épült. Ez a kiránduló ilyen turisztikai látványosságú kisvasút. És ahhoz mértem meg a jegyárak is elfogadhatók. Szóval ennek a funkciójára nem jöttem még rá, mi lehet, viszont van egy tippem, hogy van, tehát azt tudom elképzelni, hogy majd fognak ide hozni egy szobormozdonyt, és annak van már meg ez a két sínszál lefektetve, mert ez így ránézése normál nyomtávú. Tehát egy gőzös vagy egy akármilyen mozdony fog majd ide jönni egyszer, és amiatt van ez itt. Aztán majd meglátjuk, hogy igazam volt-e.